a szegénység leküzdés elleni világnapon dr. Berán Ferenc atya teológia tanárt és az újlaki Sarlós boldogasszony templom plébánosát köszöntöm a stúdióba, dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai napon mi másról is tudnánk beszélgetni, hogy mi is az egyház tanítása a szegénységről? Talán ezt mondattal lehet megfogalmazni, ezt a tanítást, hogy megkülönböztetett figyelemmel kíséri az egyház a szegények sorsát, és ennek az alapja maga a Szentírás, Istennek a szava, Ószövetségben, különösen a proféták beszéltek a szegényekről, a szegények nehéz helyzetéről, melléjük kell állni, nem szabad megengedni, hogy meghamisítsák a mérleget, amivel becsapják a szegényeket. Ennek az az oka, azt hiszem, hogy egy gazdag embernek megvan a tudása, pénze, hatalma ahhoz, hogy megvédje önmagát. A szegény ember az kiszolgáltatott. Nem tudja képviselni az érdekeit. Nincs esélye. És Jézus is tulajdonképpen a proféták tanítását folytatja, amikor meghirdeti evangéliumát, ott a názáreti zsinagógában, és Izaiás profétát idézi, azért jött, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Az elsődleges feladatának, vagy egyik elsődleges feladatának a szegények megsegítését tekinti. De ez nem azt jelenti, hogy Jézus jobban szerette a szegényeket, vagy az egyház jobban szereti a szegényeket, hanem azt jelenti, hogy a szegények rászorulnak Isten segítségére. És az egyház pedig közvetíti ezt a segítséget. És ha végig tekintünk az egyház történetén, akkor látjuk azt, hogy kezdeti időktől az egyház mindig megkülönböztetett figyelemmel fordult a szegények felé. Feljegyzések vannak például arról, hogy Rómában az üldözések idején a püspök mindig feladatának tekintette a szegényeket, árvákat. Például, hogyha ha valaki árva lett, akkor ha lány volt, akkor a püspöknek volt a feladata, hogy férhez adja. Hogyha fiú volt, akkor pedig a püspöknek volt a feladata az, hogy munkát adjon számára. Tehát az egyház, mint család, különös módon odafigyelt a szegényekre. És hogyha az egyház történetét nézzük, akkor az 1800-as évektől figyelnek jobban oda talán a pápák erre. Tehát, hogy enciklikában és különböző íratokban is felhívják a figyelmet arra, hogy szegényebb fele barátaik felé kell forduljon. A szentek mindig kiálltak a szegények ügye mellett, tehát Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc is felfedezte azt, hogy a szegénységnek milyen értéke van. Általában úgy gondoljuk, hogy hát a szegény az egy szerencsétlen ember. De ő felfedezte azt, hogy a szegénységnek egy fegyver is lehet, amit nem lehet elvenni. A szegény ember azt tulajdonképpen megnyílik Isten felé, és az Isten másokon keresztül gazdaggá teszi. Nem biztos, hogy olyan értelemben, más értelemben is. A szegény ember lehetőséget ad a másik ember számára, hogy adjon. A szegénység az nagyon nagy érték. Ezt nem gondoltak hosszú időn keresztül. Ezt a szerzetes rendek, a korduló szerzetes rendek fedezték föl. És milyen érdekes, hogy Magyarország történetében ferencesen milyen kiemelkedő szerepet játszik. Amikor török idők voltak, és minden papot üldöztek, minden szerzetest üldöztek, a ferenceseket, akiket a nép barátnak nevezett, azokat megtartották, tehát nem üldözték. A Szentföldön is ugyanezt történt. A szegénységgel, ami olyan üzenetet hirdettek meg, ami evangélium, és ami valahogy minden ember szívét megérinti. A szegény ember minden embert arra indítja, hogy próbáljon segíteni rajta. Aztán, hogy az előbb említett a szociális enciklikák, pedig különösen aztán később felhívták el a figyelmet. Tehát akkor az egyháznak van egy tanítása arról, a társadalomnak van egy tanítása, és nekünk egyénenként is gondolom eltérő az, hogy mi kit tartunk szegénynek. Hogyan lehet globálisan megfogalmazni, ki a szegény? Szegény, aki rászorul a másik segítségre talán. Beszélhetünk lelki szegénységről is. Ilyen szempontból minnyáján lelki szegények vagyunk, mert rászorulunk arra, hogy mások lelkileg gazdaggá tegyenek minket. A fizikai szegénység az azt jelenti, amikor valaki más segítségére nem tudja fönntartani az életét, rászorul a másik segítségére.
Ferenc pápa egy új gondolatot fűzött ehhez az első enciklikájában, az Evangelium Gaudiumban, hogy Evangelium Gaudiumban, hogy a szegényektől sokat tanulhatunk. Ugye Jézus szegényé lett, hogy minket gazdaggá tegyen. Egy szegény ember bizonyos szempontból jobban tud azonosulni a szegény Jézussal. Mert Jézus szegény volt. Önértelemben is, hogy egyszerű családban született, vállalta megpróbáltatásokat, szenvedéseket. Ezt valahogy egy szegény ember jobban megérti. Tehát tud valamit közvetíteni számunkra, azáltal, hogy a szegény Jézushoz közelebb került. A mai világban úgy érzem, hogy a szegénység talán nem mint elméleti kérdés vetődik föl, legalábbis itt Közép-Európában, bár tudjuk, hogy vannak világnak olyan részei, ahol sok a szegény. De minden ember családban van szegény, családjában van szegény. Tehát a szegénység nem egy elméleti kérdés, gyakorlati kérdés is. És érdekes dolog az, hogy akár a családon belül, vagy közösségen belül, a szegény ember az mindig megpróbálja távolodni akár a családtól, vagy közösségtől. Úgy szégyelni a szegénységét. És hogyha valaki ezt nem veszi észre, és nem megy utána, és nem segít rajta, akkor nagyon könnyen a társadalomnak, vagy a családnak a peremére szorul. Az elmúlt évtizedekben, vagy években voltak olyan események Magyarországon, amelyik szegényítették az embereket. Például ez a svájci alapú hittel, bankhittel nagyon sok embert elszegényített. Vagy nem tudom én, akár a világháború után, akik gazdagok voltak, hirtelen szegény életek, kitelepítették őket, elvették mindenüket. A világ forog, és nagyon könnyen kerülhet egy gazdag ember is egy fordulat következtében ilyen helyzetbe. És én úgy érzem, a fiatalokat is elgondolkodtatja. Lehet, hogy neki talán úgy tűnik, mindene megvan, de a környezetében, az osztálytársai között, abban a házban, ahol lakik, a baráti körében, a családjai körében vannak szegények. Úgyhogy ez mindig arra indítja a keresztény embert, hogy valahogy segítséget tudjon számára. És ezek a fiatalok, akik találkoznak vele, hogy mondjuk az osztálytársának nincs olyan mobiltelefonja, vagy télen lyukas a cipője, bármilyen példákat tudunk mi is hozni, őket mennyire kell érzékenyíteni, vagy az, hogy ők katolikus családból származnak, ő nekik otthon már megvan az az alap, amivel tudják, hogy hogyan kell a társaiknak segíteni. Én azt hiszem, hogy azt kell elmondani ezeknek a gyerekeknek, hogy Szent Ágoston nagyon sokszor hangsúlyozott, hogy a gazdagoknak a feleslege a szegények jogos tulajdona. Isten a világot minden ember számára teremtette. Minden embernek joga van a világ javaihoz. Ha valakinek több van, de annak kötelessége, lelkismereti kötelessége is az, hogy segítse a szegényt. Nem csak azért, mert ő is szegény helyzetbe kerülhet egyszer, hanem azért, mert az ő gazdasága az Istennek az ajándéka. És az ajándékot meg kell osztani másokkal. Én azt hiszem, erre kell a keresztény fiatalokat nevelni, és az időseket is, hogy ha valamit nem ad oda idejében a másiknak, akkor egyrészt számára nem csak felesleges lesz, hanem akadály is lesz, megromlik például, nem tud vele mit kezdeni, kiszorítja őt a lakásból. Ha viszont idejében átadja, akkor a másiknak ezzel segített. De nem csak ez a praktikus szemlélet kell, hogy az embert arra serkentse, hogy a feleslegét odaadja, hanem egyszerűen az, hogy minnyáján, Jézusban minnyáján testvérek vagyunk, és a másik emberben Krisztust kell látni, a szegényben, és különösen Krisztust kell látni, mert a szegény rászól, hogy Krisztus is rászolult a segítségre. Ha valaki azt hiszem így neveli a gyermekeit, vagy azt a közösséget, amiben él, akkor kialakulhat abban a közösségben, csoportban, családban egy ilyen érzékenység a szegények ügye iránt. Különben ez a fogalom, hogy a szegények melletti elkötelezettség az egyház társadalmi tanítása, mert ez terminus technikussá vált, tehát nem csak úgy beszélünk róla, hanem külön a könyvekben egy önálló fejezetet képez, mert az egyház mindig hivatkozik erre az elvre, az igazságosságon belül, vagy a szolidaritáson belül. Hogy igen, és felelősséget kell érezni a szegények iránt. És ez keresztény küldetésünkből, még talán azt is mondanám,
emberi mi voltunkból fakad. Mert ha valaki átgondolja azt, hogy miből áll az emberség, nem is biztos, hogy egyházi megközelítésben vagy kinyilatkoztatás szerint, de átgondolja, hogy az embernek vannak alapvető jogai. Annak a másiknak is van joga, hogy éljen. Lehet, hogy rossz helyzetbe született, olyan családban szegény, lehet, hogy van betegsége, miatt elveszített dolgokat, vagy az is lehet életének egy részében könnyelmű volt, és ezért elszegényedett. De akkor is az emberi mi voltunkból fakad, hogy igen, ő is ember, ő is rendelkezik emberi méltósággal, és nem szabad, hogy lealassonyodjon. Tehát az, hogy emberhez méltatlanul éljen. Egy lébános életében, legalábbis az enyémben, ez állandó probléma. Most is, amikor eljöttem, ketten is voltak ott, megpróbáltam rajtuk valahogy segíteni. Nem mondom, hogy megoldottam a problémáikat, de abból a szegénységből, amiben vannak, pedig mind a ketten diplomások, mégis valamiféleképpen segítség legalább egy-két napig vagy kiemeltem. Aztán lehet, hogy adódik neki egy lehetőség munkát találni, és akkor saját maga is meg tudja oldani a problémáit. Hogyan tudunk adni úgy, hogy szépen adjunk, ne tolakodva, ne rátukmálva, és a méltósága is megmaradjon? Ezt azt hiszem, hogy tanulni kell. Mert vannak olyan gesztusaink, amivel sérthetjük a szegényt. Tehát nem szabad éreztetni azt, hogy hát ő szegény, gazdag vagyok, és a feleségemből adok. Nem. Örülök annak, hogy elfogadja tőlem, amit adok. Tehát nekem jelent örömet, hogy elfogadja. Olyan helyzetben vagyok, hogy megtehetem. Tehát örülök annak, hogy jót tehetek. De ezt valahogy úgy kell kifejezni, hogy át kell érezni belülről, meg a gesztusban is benne kell, hogy legyen. Elfogadná tőlem ezt a kis ajándékot, vagy ezt a kis ételmaradékot, vagy nem akármit, ezt a ruhát, valaki kinőtte a családból, én már nem hordom. Nekem örömet jelentene, vagy az édesapám, édesanyám hordta. Számomra ez egy kedves ruhadalom. Én ezt nem akarom kidobni. Ha maga ezt fölveszi és hordja, akkor nekem is örömet okoz. Ez korábban az édesanyám, édesapám hordta. És ezzel nem alázom meg őt, hanem jelzem azt, hogy ha meglátom rajta ezt a ruhát, akkor az édesapám, édesanyám fog ezt eszembe jutni. Hogyha egy nálunk szegényebb családot látunk, akkor talán a nők azok, akik azt mondják, hogy sút be mindent, mert a gyerekeimért szeretném, hogy elfogadjuk a segítséget. De a családapának biztos, hogy óriási gát az, vagy sokan kudarcként élik meg, hogy most nincsen munkám, és nem biztos, hogy a családomnak meg tudom teremteni azokat, amik a mindennapi betevőhöz is hozzásegítik őket. Tehát hogyan lehet inkább így a férfiakban azt a gátat áttörni, amikor meg kell neki mondani, hogy de itt az idős, fogadd el a segítséget, mert jó szándékkal szeretnénk adni. Nem is biztos, hogy ezzel kell kezdeni, hanem az én kertemben lenne egy kis munka. Vagy tudom, hogy te ezzel foglalkoztál, te ehhez értesz. Tudnál egy kis segítséget adni nekem. És akkor ezzel én kérek tulajdonképpen tőle segítséget. Aztán, hogy mennyit adok érte, vagy hogy adok érte, ez egy másik dolog. Tehát jelezni kell azt, hogy ő számomra érték, ez nagyon fontos. És ezért a munkája is érték, és amit nekem ad, az is érték. Tehát, ha igazán segíteni akarok neki, akkor jeleznem kell azt, hogy ő, mint személy érték számomra. És amit ő ad számomra, az nekem ajándék. És hogyha ezt persze nem mesterkélve, hanem ahogy belülről fakadva el tudom hitetni, akkor nem érzi magát megalázott helyzetben, hogy valamit adok neki. Ha jelzem azt, hogy ő is tud adni nekem. És említettük már a történelem viszontagságait, tehát az ipari forradalomtól elkezdve a világégésekig, vagy amikor a nők munkába álltak, a szegénység miatt kellett ugye ezeket a változásokat létrehívni. Ugyanakkor pedig Don Boscónak a szerzetesrendnek és nagyon sok női szerzetesrendnek is az életre hívója volt a szegénység. Tehát mondhatjuk így, hogy ebből az egyház is reflektált rá. Igen. 15 évig dolgoztam, hát papi munkát persze
egy szerzetes rendbe, abban az időben szegény iskolanővéreknek nevezték őket. Nem azért, mert ők voltak szegények, hanem mert azt tartották feladatuknak, hogy szegény lányokra segítsenek. De ilyenek voltak például angol kisasszonyok is. Hogy feladatuknak tekintették azt, hogy olyan lányok számára, akik még nem adatik meg esetleg a tanulás lehetősége, azokat tanítsák és neveljék. Nem csak a férfiak tekintik ezt feladatuknak, hanem a nők is. És a női szerzetes rendek is, és én úgy érzem, vagy én is tapasztaltam itt a középiskolában is, hogy mindig tudatosan fölvettek olyan diákot, aki szegény volt, nem biztos, hogy olyan jó tanuló volt, hogy föl kellett volna menni őt, de azért, mert a rendelkező karizmája volt, ezt szemelő tekintették. Vagy olyat is, aki talán nem vallásos családból jött, de rászorult a segítségre, tehát nem anyagi szempontból volt szegény, más szempontból. És így segítették őket. És én azt hiszem, hogy ez nem csak a múltban volt így, hogy az egyház feladata megtekintette, hanem most is így van, és így is lesz. És én magam része is erre törekszem. Próbálok beszélni arról, hogy jó lenne egy mozgalmat indítani például a szegények megsegítésére. Vannak nagyon működő szervezetek, én a Caritas az egyházam belül, én a Máltai Szeretett Szolgálat. Egy mozgalomnak a hajlékonysága miatt vannak olyan lehetősége, ami talán egy szervezetnek nincs. Én próbálok is ezért tenni, hogy ez valahogy kisebb formában, egy plébániai szinten, ezt csinálom is, ez meginduljon. Hogyan kell ezt a mozgalmat elképzeljük? Hát én azt hiszem, az életből kell mindig kiindulni. Ott azon a környéken, ahol én plébános vagyok, vannak olyan családok, akik szegények. Nem viszik ki az utcára a szegénységüket, tehát nem koldulnak. De tudjuk azt, hogy például nem tudják kifizetni a tartozásaikat. Egy egész konkrét eset, van egy család, 6 gyerekkel, az egyik már korábban meg is halt, és valamikor néhány évvel ezelőtt, hát talán nem is egyszer többször a villamos jegyét nem fizette ki ez az asszony. Nem azért, mert csalni akart, nem volt pénze. Ez a tartozás, ez megszaporodott, ez több 100 000 forint. Láttam a számláit. Ennek a visszafizetése borzasztó néz, és az asszony most ezért érzett kell dolgozni, és 80 000 forint a fizetése, nem 8 órában dolgozik, és rögtön ennek a felét, tehát 40 000 forintot vissza kell törlesztenie. Tehát én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy hol kéne erre megoldást keresni, de amikor valaki végre elkezd dolgozni, akkor nem szabad sújtani azzal, hogy azt a tartozást azt most fizessek ki, mert esélye sincs így, hogy fölemelkedjen. Valahogy kevesebbet kéne neki törleszteni. Lehet, hogy aztán én nem vagyok olyan szemben, én erkős teológiával foglalkozok, meg társadalmi etikával, de én ezt látva, én úgy gondolom, hogy itt valahogy a társadalomnak segítséget, több segítséget kéne adni. De más esetekben is. Tehát amikor valaki rászorul erre, és nagy nehezen esetleg kijön a szegénységbe, akkor több segítséget kell adni. Most egy mozgalomban belül lehetnek ügyvédek. De neki nincs arra pénze meg lehetőség, hogy fölkeressen egy ügyvédet. Egy mozgalomban belül lehet az, hogy átmehetik az egyik család a másik, tehát tudja törleszteni ezt a tartozást. És nem egyet ilyet ismerek, aki ilyen BKV tartozások miatt, tehát 100 000-kel adósodott-e, és semmi jövedelm nincs. Hát ha nincs jövedelm, nem tudják elvenni tőle. De ha van jövedelme, akkor a felét elveszik. Tehát valami megszólhat bennem, hogy valahogy ez ellen nem is tiltakozni kellene, csak érvénynek kéne juttatni ennek az embernek a fájdalmát, meg azt az igazságtalanság érzetet, amit ő átél. Egy mozgalom például alkalmas lenne erre. Nem csak azon gondolkozom, hogy Ferenc atya olyan, mint egy kapocs. Tehát, hogy ön látja, hogy mire van szükségük, igen, és nem csak a lelkiekben próbál közvetíteni, hanem az egyházközségen belül, akkor felkeresi azokat a jogászokat, különböző szakembereket. Csináljuk is. Csináljuk. Segíteni. Például valakit hallottál, nyilvánított a családja, és évekkel ezelőtt nem kapta meg a örökséget. Most kiderült ugye az, hogy még se halt meg. Most egy plébánián egy ügyvéd vissza is szerzi legalábbis annak egy részét, ami őt megilleti. Ő saját egyedül ezt nem tudta volna megtenni.
Ez kellett egy ügyvéd, aki utána ment, és ezt kiharcolta. Ez például, én azt hiszem, nem mondjuk, hogy mozgalom. Én úgy gondolom, hogy plébánon belül, mégiscsak a karitáson belül felfogható ez. A karitásnak többfajta megnyilvánulása van. Van egy külső kerete, amikor tudom én, valahol árvíz van, vagy valahol, amit úgy központilag lehet irányítani. És van egy belső mozgása, ami nem annyira strukturális, hanem plébánián belüli. Lehet, hogy ennek a mozgalomnak tulajdonképpen a karitáson belül, a plébániai karitáson belül kéne megvalósulni, de biztos, hogy hatékony. Ezt nem lehet intézményesíteni. Itt kell egy valaki, aki ezt észrevesz, utána megy, beszél vele, tényleg utána néz a helyzetének. És kell egy ügyvéd, aki ezt képviseli, fölpártolja. És ezt utána megy, legalább egy fél éve tart, vagy háromnegyed éve tart ez a folyamat, még végül ennek az összegnek valamelyik részét visszakapja, megkapja. Ez a nő hajléktalan, nem az utcán lakik, lakott ott is, hanem egy ilyen szállón lakik. Tehát az a pénz, amit most kap, még nem fogja kiemelni ebből a helyzetből, de valamennyire enyhíti a nyomorúságát. És tekinthetünk arra, hogy ez is olyan, mint egy hullám, hogy sok pici jó, igen, nagy és még több jó fele vezet. Úgy értem, hogy az ügyvéd, aki már megtapasztalta, hogy milyen jó segíteni, igen, nem az órabér miatt, hanem, igen, a lelkiek miatt, akkor ő továbbra is fog vállalni. És ugyanez, akit megsegítettek, akkor ő is a példájával, a jó tanácsaival tovább fogja ezeket adni? Azt a segítséget, ami őt kapott, motiválja valami, igen, arra, hogy ő is tovább adja? Én örülök, hogy ezt elmondhatom, ezt a történetet, de nyilván az ügyvéd is elmondja ismerősei körében. Szóval ennek más formában is hullámverése lesz. Nem csak az egyházon belül, lehet az egyházon kívül is. És ha ő ezt úgy mondja el, milyen nagy örömöt jelentett számára, hogy valaki segített, hogy az igazságot képviselte, és ez valahogy teret nyert, akkor lehet, hogy mások is azt mondják, hogy a környezetemben van-e még valaki ügyvéd, aki rászorul erre, hogy én is egy ilyen ügyet képviseljek. Igen, de az, aki már úgy gondolta, hogy most nagyon mélyen van, és most, igen, már tényleg el kell fogadni a segítséget, és ő talpra áll, akkor lehet így is erre úgy tekinteni, mint a hullámra? Tehát, hogy, igen, ő is akkor most már látja, hogy kik azok, akik körülötte bajban vannak, és próbál segíteni? Igen, igen. Tehát például, csak mondom, valaki egy időben az utcán lakott. Most egy szállón lakik, ami nem olcsó azért, olyan szállón. Lehet, hogyha egészen másképpen öltözködik most, mint abban az időben. Tehát az ő időzőjelben mondom, sorsának a változása sokat ember elgondolkodtat, aki hasonló helyzetben, hogy ebből ki lehet emelkedni. Tehát mi kell hozzá? Nyilván elhatározás, cél, életcél, nem szabad feladni. És kellenek olyan emberek, a keresztény emberek, vagy emberek, akik nyomon kísérik az ő életét, és adott pillanatban azt a segítséget megadják neki, az lehet lelki segítség is. Sőt, elsősorban lelki segítséget kell adni, ahhoz, hogy elfogadja a másik a segítséget, és hogy együttműködjön, amivel ebből a szegény sorsból ki tud emelkedni. De a szegények világnapján én azt hiszem, ilyen példákat kell mondani, nem csak általában kell beszélni arról, hogy a szegényeket meg kell segíteni a gazdagoknak, nem. Hanem igenis, a keresztény ember számára ez lelkiismereti kötelesség, hogy az egyház a szegények melletti elkötelezettséget egy alapelvévé tette meg. Úgy minden keresztény emberben kell, hogy ez az érzék vagy erény kialakuljon, kiformálódjon. Ami biztos, hogy benne van, mert aki úgy érzi, hogy szereti őt Jézus, a viszont szeretetében ez nyilvánul meg. Tehát az Isten szeretet és az ember szeretet összekapcsolódik. Jézus iránti szeretetünket az ember szeretetten keresztül kell megnyilvánulni. És ezek az emberek vannak rászorulva arra, a szegények, hogy segítsünk rajta. És azt mondja Ferenc, hogy ez kéz a kézben jár, igen, a lelki és az anyagi segítség. Egy lelkésznek, egy papnak alapvető, tehát nem kötelesség, nem ez a legszebb szó, de missziója, igen, hogy segítsen. Mi, akik rájuk fele barátunként, barátainként tekintünk, mi hogyan tudjuk azt a lelki hozzávalót adni a helyet, nem a helyet, amellett, hogy mondjuk hálót adunk a kezébe, nem halad.
Tehát, hogy amellett, hogy tudom én, hogy mire van szüksége, hogy tele legyen a kamrája, vagy hogy azt a buszjegyet meg tudja venni, igen, hogyan tudok lelkiekben is segíteni neki? Úgy, hogy elsősorban, hogy amikor megszólítom, akkor érezze azt, hogy úgy szólítom meg, mint egy ember az embert. De ne tegezzem le. Én például egyetlen egy hajléktalan sose tegeztem le. Mert abban benne van az, hogy ügyei helyzetben van, és akkor én leereszkedek hozzá, nem? Tehát a méltóságon meg kell tartani, és a rezdüléseit kell megfigyelni. Hogy tegnap jókedve volt. Miért volt az a jókedv? Kistött a nap, vagy nem tudom, valaki megsegítette őt, vagy valakivel találkozott. Akkor úgy érzi, igen, ő egy személy, aki fontos a másik számára, mert észreveszi a viselkedését, ezeket a lelki rezdüléseit, ami a cselekedeteiben is megnyilvánul. Ha ezt el tudom érni, akkor bizalommal fog felén fordulni. Akkor el fogja mondani legközelebb, igen, most jó kedvem volt valami miatt. Most pedig nincs jó kedvem, mert mit tudom, ez egy ismerősöm beteg. Vagy próbáltam én is valakinek segíteni, és nem sikerült. És akkor ezeken a apró találkozásokon keresztül, meg kifejeződik az iránta érzett szeretetem. Találkozások. Ezek apró találkozások. Egy mosoly is egy találkozás. Egy köszönés is, egy megelőlegezett köszönés is egy találkozás. Ezeken keresztül lehet olyan helyzetbe kerülni, a másik elfogadja tőlem a segítséget, sőt adott esetben kér is. Nagyon szépen köszönjük, Ferenc, hogy itt volt velünk. És köszönöm a lehetőséget.